Több ezer használt autógumi a főút mellett Pécs közelében. Ez a látvány fogadta a közlekedőket a Cserkóti úton évekig. Egy kovács telepi cég telephelye volt ez a terület. Ezt az állapotot számolták fel a megyei kormányhivatal szakemberei, miután rengeteg bejelentés érkezett a hatósághoz. 500 köbméter, ez 120 tonnányi évek alatt felhalmozódott gumihegyek álltak a városban. Azt gondolom, hogy ez mindenkinek a jó érzését bántotta, szégyene volt a hatos út melletti területnek, és hát jó egy évnyi jogi hadakozás eredményeképpen ma ki tudjuk jelenteni, hogy ez a 120 tonnányi, ez kb. 12 ezer, még kimondani is nagyon sok, 12 ezer gumiabroncs tűnt el onnan a területről. Az autógumik újrahasznosításra, illetve a Királyegyházi cementgyárba kerültek megsemmisítésre. A kormányhivatalban külön keretből számolják fel az ilyen és az ehhez hasonló illegális hulladéklerakókat, tudtuk meg Horváth Zoltántól. A Tisztítsuk meg a Magyarországot program keretében több mint 100 millió forint értékben tüntetünk el illegális hulladéklerakó helyszíneket, számolunk fel pontosabban. Egy közbeszerzés eredményeképpen itt a Biokommal dolgozunk együtt. Arról tudunk beszámolni, hogy szeptember eleje óta, mióta elindult ez a tevékenység, eddig 7 helyszínen, év végéig ez több mint 30 helyszín lesz. Ezen a 7 helyszínen eddig több mint 5000 tonna hulladékot tüntettünk el. A főispán azt mondja, a programot szeretnék folytatni a jövőben is. Bár jó eredményekről tudnak beszámolni, de még igen sok munkájuk lesz a kisebb-nagyobb illegális hulladéktelepek felszámolásával.